A híres híreket látják pénteken este. Jó estét kívánok! A híradó elején mutatjuk a kiemelt témákat egy-egy mondatban. Motoros gázolás miatt haladt lépésben ma délután a forgalom Katonatelepen. Megnyitott a kapuit Kecskemét főterén a Hungarikum Fesztivál és a helyi termék ünnep. Pénteken nyitotta meg kapuit Kecskeméten az első Koramentorház. Motoros és személyautó ütközött ma délután 2 óra körül Katonatelepen. A helyszínen és még a délutáni csúcsban is akadályozta a forgalmat. Nagykörös felé haladt a motoros, amikor jobbról egy földútról egy Opel személygépkocsi hajtott elé. Az ütközés következtében a motoros az aszfaltra zuhant, járműve felborult. Információink szerint a középkorú férfit a mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A gépkocsiban egyedül utazó sofőr nem sérült meg a balesetben. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére szakaszosan lezárták az utat, így az autósoknak kerülő úton kellett közlekednie. Hollóházi porcelángyár, kalocsai népművészet, a 25 éves Lajos Mizse jubileumi bemutatkozása. Többek között ezeket láthatják a Kecskemét főterére érkezők péntektől vasárnapig. Ma délután ünnepélyes keretek között nyitotta meg a Hungarikum Fesztivált Lezsák Sándor országgyűlési képviselő. A Mizsei Vadrózsák Néptánc csoport produkciója vezette fel a 8. alkalommal megrendezett helyi termék ünnepet Kecskeméten, melyhez idén az újdonságnak számító Hungarikum Fesztivál is párosul. A Hungarikum Fesztiválnak az a célja, hogy a nemzeti értékeinket megismertessük itt Kecskeméten, hiszen nagyon sok kecskeméti hungarikum is létezik, és azt gondolom, hogy Kecskemét város ezt megérdemli, hogy egy ilyen szép kiállítást lásson, és a nemzeti összefogást erősítsük ezáltal is. Ennek megrendezése nem csak a lakosság számára jelent örömöt. De a közéletben a legnagyobb élményem az a Hungarikum törvény, és ennek a megvalósítása. Lezsák Sándor országgyűlési képviselő nyitotta meg hivatalosan is a fesztivált, melyre ugyancsak délután 5 órakor került sor. Garaci János mester Szakács Bográcsa körül már 3 órától összegyűltek a kíváncsi látogatók. Szeretnénk bemutatni az igazi magyar gulyást, hisz napjainkban egyre többet megformáljuk a magyar konyhát, megújítunk sok mindent, újra gondolunk sok mindent. Most mi szeretnénk azt, amit az őseink ránk hagytak, bemutatni. Többek között a Kiskunhalasi Szenszor Szépföld Egyesület és a Ballószögi Értéktár is képviselteti magát a rendezvényen, de az érdeklődők finom lekvárok és szörpök, fából faragott hímzett és kerámia termékek közül szintén válogathatnak. A fesztivál még csak ma kezdődött, de már is sokan kilátogattak a főtérre. A szörpösnél már jártunk, az nagyon tetszett. Kilátogattam ide, hiszen nagyon érdekesnek tartom ezt az eseményt. Mindenféleképpen javaslom a megtekintését minden embernek, aki tiszteli a hagyományokat és szereti az ilyen kirakodó vásárokat. Én személy szerint találtam egy-két izgalmas dolgot magamnak. Mindenkinek javaslom, hogy látogasson el ide és kicsit vásároljon be. Persze nem csupán a vásárlási láz miatt érkeztek az emberek. Itt áttekinthető, hogy a különböző településeken mi az, ami érdekes esetleg, és mi az, ahova érdemes ellátogatni. Természetesen a kisebbek számára is készültek izgalmas programokkal, akik elárulták, hogy nekik melyek az abszolút kedvencek. A kirakó, amit megcsináltunk anyával, meg a tesómmal. Van nyuszi simogatás, meg így lehet körbe-körbe lovon ülni, vagyis menni, és a fesztiválokon nem szokott lenni ilyen. A kicsiknek és nagyoknak egészen vasárnapig lesz lehetőségük arra, hogy végigböngészik a bemutatkozó települések kínálatát. Emellett szórakoztató énekes és táncos produkciókkal is gazdagítják a rendezvényt, melyekről a hétfői híradónkban láthatnak újabb beszámolót. 12 magyarországi és 12 határon túli csapat versenyzett lakiteleken, hogy kiderüljön, ki ismeri jobban a hungarikumokat. A többfordulós Kárpát-medence kincsei vetélkedőt a lakiteleki népfőiskola, a Hungarikum Bizottság és a Nemzeti Művelődési Intézet közösen szervezte. Énekkel és tánccal is bemutatták a magyar fiatalok, mit tudnak a magyar értékekről ma délelőtt lakiteleken. Ráadásul a Kárpát-medence kincsei című verseny döntőjén saját településükről kellett értéket ajánlaniuk a Hungarikumok gyűjteménye értéktárba. Összegyűjtöttünk
9 érdekességet, amivel alátámasztjuk azt, hogy ő legyen a következő, aki szerepel a Hungarikumok sorában. A verseny célja, hogy a gyerekek elmélyüljenek a magyarság teljesítményében és sokszínűségében. A Lakiteleki Népfőiskola, a Hungarikum Bizottság és a Nemzeti Művelődési Intézet közös vetélkedőjére több mint 600 csoport jelentkezett. A Szél Rózsa minden irányából érkeztek a Kárpát-medence, az elszakított területek mindegyike képviseltette magát elég nagy számban. A változatos feladványok a diákok kreativitását és tudását tették próbára. Ezekben a feladatokban nem vizsgáztatni akartuk őket, nem arra voltunk kíváncsiak, hogy mit nem tudnak, hanem a feladatok megvalósítása során arra törekedtünk, hogy a tudásukat is gyarapítsák. Végül a legjobb 12 magyarországi és 12 határon túli csapat közül az erdélyi Csíkszentdomokos Cserevirágok csapata diadalmaskodott. Hatalmas élmény volt, hogy itt lehettünk. A felkészülési idő az hol hosszú, hol rövidre sikeredett, de hála Istennek jól ment, nagyon kreatív, ügyes lányok voltak a csapatunkban. A második helyen a Bács-Kiskun megyei Abátka csapat végzett Dávodról. A vetélkedőn mindenki szereplését ajándékcsomaggal jutalmazták, az első 8 helyezett csapat tagjai pedig egy Hungarikum tematikájú kétnapos országjáró kiránduláson is részt vehetnek 2018. augusztusában. Kis hősöket és családtagjaikat segítik mától Kecskeméten is, ma nyitották meg ugyanis Kecskeméten azt a Kora mentorházat, ahol segítséget kapnak mind a szülők, mind pedig a koraszülött gyermekek. Játékok, készségfejlesztők és számos ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás várja a szülőket és a gyermekeket a Kecskeméti Kora mentorházban. Az épületben a felnőtteknek is segítséget nyújtanak a szakemberek a koraszülöttséget érintő kérdésekben. Foglalkoznak gyászterápiával, családkonzultációval, pszichológiai tanácsadással, valamint mentálhigiénés tanácsadással. A központi szerepet azonban azok a kis hősök kapják, akik korábban érkeztek a világra. Egészen pici kortól már ingató foglalkozáson vehetnek részt nálunk a gyermekek. Van gyógytorna, konduktív pedagógia és hupleterápia jelenleg. Gyógypedagógiai tanácsadás és tervezzük a logopédiai tanácsadásnak is a bevezetését. Ez az épület egy Európai Uniós projekt során jöhetett létre, melyben a dél-alföldi régió koraszülöttein segítenek. A korábban érkeztem alapítvány az, amelyik megálmodta ezeket a mentorházakat, hiszen ma Magyarországon minden tizedik gyermek koraszülött. Rádi Katalin az alapítvány alapítója szerint ezt a traumát csak közösségben lehet feldolgozni. Azt gondolom, ha megfogjuk egymás kezét, akkor van módunk arra, hogy megéljük az anyaságot úgy, ahogy kell, megéljük az apasságot, és megpróbáljuk értékelni azt, hogy a kicsi kicsünk, aki nem 40. hétre született, hanem sokkal, de sokkal előbb, elhiggyük azt, hogy ő is ugyanolyan kincse a társadalomnak, és hogy ez a kötődés, az az anyaság, az igenis ott van, amikor megszületik a gyermek. A Dél-Alföldön 3 mentorház működik, Gyulán, Szegeden és most már Kecskeméten. Az épület, amely mentorházzá vált, hatalmas átépítésen esett keresztül. Kicserélték a teljes gépészetet, a belső falakat, az ablakokat, az ajtókat, és korszerűsítették a fűtésrendszert. Idén januárjában a korábban érkeztem alapítvány munkatársai megtaláltak bennünket, és ezt az ingatlant választották ennek a mentorháznak a helyéül. Ez az ingatlan, ez régebben vendéglátóipari egység, egy sushi bár, illetve steakhouse-ként működött, egészen más elrendezéssel, egészen más habitussal. Rádi Katalin azt is elmondta stábunknak, hogy nem csupán Kecskeméten akarják elérni az embereket, hanem a legkisebb járásban lakókat is. Pszichésen nagy teher alatt vannak ezek a családok, és fontos, hogy ők egészségesek legyenek, mert így lehet egészséges a társadalom. Kihirdették, hogy ki nyerte meg a Kecskemét Városbora címet, amelyet egy éven keresztül viselhet a győztes bor, amelyet 20 válogatott minta közül választottak ki. A Matthias János borrend immár 11. alkalommal választotta ki azt a bort, amely méltán kiérdemli a Kecskemét Városbora címet. Idén 5 termelő 20 mintája került a palettára. A terítéken voltak egyebek mellett a Kövidinka, a Rajnai Riesling, a Király Leányka, az Érsai Olivér és Muskotályos borok. De vajon melyik volt az a nedű, melynek íze és illata a legharmonikusabban csapott össze egy gyönyörűen aranyló fehér boros palackban?
A legvégén egyből jött a szavazatok arányába ki, ez pedig egy cserszegi fűszeres nevű fajta, és a tulajdonosa, amit utána a papírok, mert nyilván a titkos a szavazás, és csak a fajtát ismeri a bizottság, megállapítottuk a listából, hogy a tulajdonosa pedig a Damax Kft. Múlt évben is mi nyertük egy kövidénka cserszegi fűszeres küvével, és hát ezt nem gondoltam, hogy tudunk ismételni, mivel nagyon kemény volt a mezőny, nagyon erős versenyzők indultak, nagyon szép borokkal. A Matthias János borrend azért indította útjára ezt a már hagyománnyá vált versenyt, hogy ilyen formában is megszólítsák a kiváló borászokat. Az biztos, hogy a város kertészeti múltja nagy befolyással van az ország borászatára. A borászok is megérdemlik egész éves munkájuk során, hogy igen, egy szép ünnepen el legyen ismerve az a nehéz munka, ami hát eléggé ki van téve a környezetnek, és hát reménykedjünk abban, hogy most már jégelhárító rendszerünk is van és működik, és hát ha ezt az évet megúszuk már Isten ostora nélkül. Ma délelőtt kiosztottak további díjakat is, arany, ezüst és bronzérmeket, illetve 4 külön díjat, amit a legszebb boroknak ajánlott fel Kecskemét város önkormányzata, a Kunsági Borvidék Hegykőségi Tanácsa, a Matthias János Borrend és a Matthias János Hegykösség. Idén 350 alkotás érkezett a Paletta 2018-as tárlatra. Ez körülbelül 150 tablót jelent, amelyeket óvodások, általános iskolások és gimnazisták készítettek. A kiállítás ma nyitotta meg kapuit a Kecskeméti Hírösagóra 4. emeletén. A középpontban a 650 éves Kecskemét múltja és a jövője áll. Ezt a két időszakot vették górcső alá kicsik és a nagyok. Szétnézve a teremben számos képzőművészeti ág jelenik meg, a grafikán, a szobrászaton, a kerámián és a festészeten kívül érkeztek tűzzománcok, de még ruha is, amelyre például az országházat festették fel. A fő irányvonalon kívül arra is törekedtek a szervezők, hogy mindenki meg tudja mutatni az egyéni hangnemét. Kecskemétről és térségéből 17 intézmény növendékei küldték be a látványos és fantáziadús műveiket. A gyermek és ifjúsági képzőművészeti kiállítást már több mint 40 éve rendezik meg a városban. Ezen alkalmak tökéletesek arra, hogy bemutatkozhassanak az iskolai, óvodai szakkörökben, művészeti iskolákban, képzőművészeti alkotókörökben folyó vizuális, nevelési, képességfejlesztő pedagógiai tevékenységek. A kiállítás május 27-éig látogatható, naponta 10-től délután 6 óráig. A Knorr Bremse 3 milliós támogatásával újult meg a kecskeméti Korvin Mátyás Általános Iskola fizika tanterme. A ma reggeli átadó ünnepségen kiderült az is, hogy a cég a pénzbeli segítség mellett közösségi munkával is támogatta az iskolát, vagyis dolgozóik részt vettek a terem kifestésében. A helyiség az elmúlt hónapokban teljes egészében megújult, többek között kicserélték a régi mosogatókat, a tönkrement vízvezetékeket, betonoztak, új linoleum burkolatot helyeztek el, modern szekrénysort vásároltak, de új padok és székek is fogadják már a diákokat. Mindezeken túl pedig egy mobil interaktív táblát is beszereztek, amelynek köszönhetően még látványosabbak és izgalmasabbak lehetnek a fizika órák a Korvin Mátyás Általános Iskolában. Második alkalommal rendezte meg a Damjanich János Általános Iskola a versforgó városi szavaló versenyt. Több mint 60 gyermek vett részt Kecskemét általános iskoláiból az eseményen, amelynek Varró Dániel volt a díszvendége. Így köszöntötte a versforgó városi szavaló verseny résztvevőit a Mintapint zenekar a Damjanich János Általános Iskolában. A zenés kezdés után Tóth József az iskola igazgatója üdvözölte a résztvevőket, majd Lévai Jánosné a körzet önkormányzati képviselője szólt. Kiemelte, mennyire örül annak, hogy egyre több színes programnak ad otthont a Damjanich Iskola. A köszöntők után Sirkó László színművész, a zsűri elnöke tanított koncentrációs játékokat a diákoknak, oldva a verseny feszültségét. Mivel idén is több mint 60 diák jelentkezett a megmérettetésre, külön hallgatták meg a felsősök és az alsósok szavalatát. Mindenki a kedvenc versével készült az eseményre. Lecsöppen ott, lecsöppen itt, csupa kecsöp a bölcsekit. Varró Dániel Lecsöppenő, kecsöppenő című verse is elhangzott a versenyen.
A gyerekek ugyanis tudták, hogy a népszerű költő az idei versforgó verseny vízvendége. Varró Dániel nagy örömmel hallgatta a versmondókat, szívesen el is beszélgetett a gyerekekkel. A szavalatokat Csirkó László mellett Trecskó Zsófia, a Madách Színház művésze, Garaci Zoltán irodalmár és Princ Jakovicsné Túri Irén pedagógus értékelte. A díjazottak könyvjutalomban részesültek, a Mintapint zenekar pedig mindenkit megajándékozott egy vidám koncerttel. Új közösségi terekkel gazdagodott a Ménteleki Általános Iskola. Az ünnepélyes átadást követően a tanulók ma birtokukba vették a felépített új játszóteret, és hamarosan palánták kerülnek az iskola mellett felállított fóliasátorba is. Új közösségi területeket vehettek birtokukba ma a Ménteleki Általános Iskola tanulói. Az önkormányzat, a Kecskeméti Tankerületi Központ, a Tanya Háromszög Egyesület és az iskola szülői közössége segítségével megvalósuló játszótér és fóliasátor szolgálja a jövőben a ménteleki diákok még teljesebb kikapcsolódását. Szelecki István tagintézmény vezető elmondta, a felépült játszótér 2 millió forintból készült, de az értéke jóval nagyobb, mert elkészülésében a szülők is aktívan segítettek. Az ünnepélyes átadáson megjelentek a támogató intézmények vezetői, képviselői is. Az eseményen beszédet mondott Zsámboki Anna, a tankerületi központ igazgatója, Szalainé Mónus Ildikó intézményvezető, Falu György önkormányzati képviselő, és megjelent Híjas Gábor is, a Tanya Háromszög Egyesület vezetője. A gyermekek vidám dallal köszöntötték az új játszóteret, és nagy örömmel vették birtokukba azt az esemény végén. Falu György elmondta, a fejlesztések nem állnak meg. A tervek szerint hamarosan megvalósul a közterületen egy kosárlabdapálya, valamint az iskola udvarán egy műfűves focipálya is. Május 11-e és 13-a között rendezik Kecskeméten a Kettlebell Európa-bajnokságot. A mai nap a szakítás, holnap pedig a lökés számban mérkőznek egymással a sportolók. A megnyitón Barcsik László, a rendezvény szervezője köszöntötte a sportolókat, majd Igor Szolodov, a IUKL nemzetközi szervezet elnöke mondott beszédet. Végül Bogasov István, a sportmunkacsoport elnöke elmondta, nagy megtiszteltetés, hogy az idei Kettlebell Európa bajnokságot Magyarország és azon belül is Kecskemét rendezheti meg. Óriási elismerés ez, ami még ismertebbé teheti hazánkban és városunkban is ezt a sportágat. A három nap alatt 23 ország 284 sportolója versenyez egymással. Magyarországról 44 fő indul, míg városunkat 10 sportoló képviseli. A nők 16 és 24 kg-os súlykategóriában versenyeznek, míg a férfiaknak 24 és 32 kg-os vasgolyót kell a fej fölé emelniük 10 percen keresztül, a lehető legtöbb ismétléssel, méghozzá úgy, hogy közben nem tehetik le őket. A két számban lökésnél, a hosszú ciklusnál két darab súlyt, szakításnál egy darab súlyt kell a fej fölé juttatni. A kettlebell eredetileg a termény súlymérő eszköze volt. Ma ismert sporteszköz formája az állóképesség növelésére alkalmas. Az Európa bajnokság három napon keresztül a Mercedes-Benz Gyár Sportakadémián zajlik. A Bajnok megye egyes labdarúgó csapatunk és női röplabdásaink hazai pályán játszanak a hétvégén. Férfi kosarasaink és megye kettes labdarúgóink pedig idegenben lépnek pályára. Sportajánlónk következik. A Kecskeméti LC szombaton már matematikailag is megnyerte a megye egy 2017-2018-as kiírást, ezzel azonban még közel sincs vége a szezonnak. A négy hátralévő bajnoki mellett még egy osztályozó is várhat a csapatra az MB3-as tagság kiharcolásáért. A következő bajnoki fordulóját hazai pályán játssza a Kecskemét. A megye egy 25. fordulójában a Kecel látogat hozzánk. A meccs 17 órakor lesz a Széktói stadionban. Szombaton rendezik meg a férfi kosárlabda bajnokság középszakaszának utolsó 10. fordulóját. A KTE Duna Aszfalt ellenfele a Körmend lesz. Hazai pályán legyőzte a Vas megyei alakulatot a KTE, most idegenben küzd egymással a két együttes. A középszakaszt követően pedig a playoffban is az Aegis Körmend ellen mérkőzünk. A szombati meccs 18 órakor lesz. A női röplabda oda-visszavágós NB1-es osztályozó első mérkőzését a Palota RSC nyerte négy játszmában a Röpke Ese ellen vasárnap. A visszavágót szombaton rendezik meg, ahol eldől, csapatunk feljut-e az első osztályba. A meccs 19 órakor lesz a második Rákóczi Ferenc általános iskola tornacsarnokában. Zene.
Szombaton a labdarúgó megye 2-es bajnokság északi csoportjának 27. fordulójában a 16 pontjával a 14. helyen álló Izsáki Sárfehér Ese lesz az SC Hírösép ellenfele. A Hírösép 45 pontos 25 fordulót követően és a tabella 7. helyén áll. Bár utolsó meccsét elvesztette a Kiskunma Ese ellen, most lesz a lehetőség a javításra, ugyanis szombaton 17 órakor az Izsáki sporttelepen játszanak majd. Ezek voltak a hírös hírek pénteken, most megmutatjuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Motoros gázolás miatt haladt lépésben ma délután a forgalom Katonatelepen. A motoros súlyosan megsérült. Megnyitotta kapuit Kecskemét főterén a Hungarikum Fesztivál és a helyi termék ünnep. A háromnapos fesztivál a még nem Hungarikum helyi értékek bemutatására is fókuszál. Pénteken nyitotta meg kapuit Kecskeméten az első Kora Mentorház, amely koraszülött gyermekek utógondozásában nyújt ingyenes segítséget. Kihirdették, hogy kinyerte meg a Kecskemétváros Bora címet, egy éven keresztül viselheti a zamatos nedű ezt a címet. A híres híreket látták, és azonnal folytatjuk a hírórát a kiemelővel, amelyben szó lesz utcai zaklatásokról, ugyanis ezek az esetek az elmúlt napokban megszaporodtak Kecskeméten, kollégáink ennek jártak utána, és ezt követően egy nagyon szép és izgalmas beszélgetésre készülök. Itt lesz dr. Kelemen Edit, a Bács-Kiskun megyei kórház újszülött és csecsemő osztályának főorvosa, és a híradóban már említett Kora Mentorház alapítványának vezetője, Rádi Kata is. Velük a témáról, a koraszületés témájáról fogunk beszélgetni. Érdemes lesz lehet, tartsanak velünk. Ha lemaradtak a hírekről, akkor nézzék a hírportálunkat, a címhíres.hu, vagy nézzék a híres hírek ismétlését a szokott időpontokban 21 és 23 órakor, valamint szombaton és vasárnap 7 és 9 órakor. És jön a hétvége, tehát lesz heti hírösszefoglaló, 7 című műsorunkat szombaton és vasárnap 19 óra 30 perckor, illetve hétfő reggel 7 és fél 9-től láthatják. Friss hírös hírekkel legközelebb, most már csak hétfőn jelentkezünk, este 7 órakor, tartsanak velünk akkor is. Most köszönöm az egész heti figyelmet, további jó tévézést és jó hétvégét kívánok, viszontlátásra! Szombaton marad a nyári meleg. A napsütés mellett továbbra is készülni kell záporokra, zivatarokra. Komolyabb széllökések nem várhatóak. A csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul majd. Vasárnap csak néhol fordul elő zápor, zivatar. Többfelé feltámad a keleti szél. Délután az előző napokhoz képest alacsonyabb, 26 fokos maximum várható. Hétfőn egy hullámzó hidegfront érheti el térségünket, mely esőt, záporokat, zivatarokat és szeles időt hoz magával. Ezzel együtt a hőmérséklet is visszaesik, 23 fokra van kilátás.